Mester Györgyi, a legkisebb cinke. Picinke volt a legkisebb a madár testvérek között. Cinke mama már tojás korában is nagyon óvta, mert attól félt, az apró tojás valamerre elgurul a fészekben, eltűnik a szeme elől, akkor pedig nem tudja a testével melengetni, és tán ki sem kell a fióka. Nyáron remekül elvoltak a kismadarak, csak csiviteltek, torkoskodtak, hol a levegőben fogták el a rovarokat, hol a fűből kapták fel azokat a csőrükbe. Egy szóval csodásan telt a nyár. Mindenki boldog volt, jól lakott és elégedett. A nyárt követő, átmeneti, hűvös őszi időt azonban hamarosan felváltotta a zord tél. A bogarak nem járták már kergetáncukat a levegőben, és a zúzmarás fűből nem lehetett szemernyi élelmet sem felcsipegetni. A cinke család éhezett. Amikor épp nem a magas koronájú, lomtalanná kopaszodott nyárfa ágain gubbasztottak, néha-néha kirepültek a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó kéményfüstben kicsit felmelegedjenek. Picinke is így tett. Amikor egy hosszabb repülő útja során valami megcsillant a szeme előtt. Egy kertes ház ablakából világított ki az utcára a sziborkázó, tarka fényesség. Leszállt az ablakpárkányra, és befelé bámult. Az üvegen túl a szobában hatalmas zöld fenyő terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, hanem talpig díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringózó girlandok ékítették. Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi gyermek arc közeledett az ablakhoz, amitől megijedt, szárnyra kapott, és húst már ott se volt. Másnap, szokásos melegedő körútján megint csak ellátogatott az ablakon átcsillanó fényes karácsonyfához. A fa most is lenyűgözte. Ám egyszer csak észrevette, hogy valaki néhány köles szemet tett ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohót nekilátott, és gyorsan felcsipegette a magokat. Az evésből felpillantva, váratlanul ismét szembe találta magát a gyermekszemekkel, amelyek mosolyogva és érdeklődéssel figyelték őt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem bántotta picinkét, így hát nem sietett a táplálkozással. Befejezvén az evést, egy kicsit még gyönyörködött a pompás fában, majd útra kelt. Csak otthon, miután didergő testvérei közzé letelepedett, jutott eszébe, hogy ő jól lakott, de a családja továbbra is éhezik. Szinte szégyelte magát, hogy annyira elkápráztatta a csodás karácsonyfa, és csak behabzsolta a köles szemeket. A szeretteire nem is gondolt. A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának, vajon megvan-e még a varázslatos szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta,
látta a köles szemeket vékony zsinórvonalban, valaki végig szórta az ablakpárkányon. Szemenként vette csőrébe a magukat, hogy minél tovább élvezhesse az evést, amikor egyszer csak elfogyott az összes ennivaló. Elszomorkodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe sem a mamája, sem éhes testvérkéi. Amikor a párkány széléről egy közeli faágon lógó, apróska faépítmény vonta magára a figyelmét. Egy házikó volt, négy kis oszloppal, takaros tetővel, de a legszebb mégis az volt benne, hogy a padlóját sok-sok köles szem borította. Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától tellett, röpült a családjáért. Elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált, kövessék őt, és már fordult is vissza. A faágra felfüggesztett házikót ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették az olajos magvakat, amitől aztán felmelegedve még sokáig gyönyörködtek a csodaszép fenyőfában. Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt elkészítő apuka, meg a köles szemekről gondoskodó gyerekek örültek a boldog cinkék látványának, és ettől vált igazán teljessé a karácsony, a szeretet.